Nem vágjátok istit a szalain, hallgass rá, az biztos, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. Sziasztok gyerekek! Újra melóban vagyok, kicsit ferdék vagytok. Most jó? ja, és vezetős log végül is. Jaj, már úgy akartam ízni, mint a Fordot. Te jó ég! Ez vicces. Na jó. Szóval, remélem jól vagytok. Ugye most egy ideje nem volt, egyedül vagyok most egyébként, Laci most nincs velem. Most egyedül vagyok fuvarban. Ugye most egy ideig nem volt videó, hát ez több okból történt. Igazából ugye magán életi dolgok történtek. Ott jól vagyok, ott jól vagyok, hogy nincs mögöttem senki, majd sikítva van. Csak viccelek. Ja, remélem, hogy jól érzitek magatokat, hogy minden oké. Én jól érzem magam. Annak ellenére, hogy tulajdonképpen egy katasztrofális hét mögött vagyok. Ma csütörtök van, és újabb nap. De most úgy kell elképzelni, hogy én most a januárt azt végig dolgoztam. Oké. A januárt azt végig melóztam, és az utolsó, nem is tudom, két hét? Igen, az utolsó két hétben ugye nagyon sokan lebetegedtek a cégnél, ezért be kell segíteni a fuvarozásban. Te, barátom, a legjobb helyen állsz. Tehát ez püf, nagyon fasza. Nem mint hogyha nagyon akadályozott volna, de akkor is legjobb helyen áll. És ugye ezért van az, hogy én most így besegítek, de most ugye ez egy Opel Vivaro, tehát ez a legkisebb autó tulajdonképpen, amit a begyűjtésre használ, a papír begyűjtésre, de mivel nekem ugye semmi tapasztalatom nem volt a furgonok világában, tehát igazából ez az első ilyen nagyobb autó, tehát igazából jó, én vezettem már a Gazellát, tehát kb. Ettől a Lidl-től, ahonnan most kijöttem, a telepig. Tehát ilyen nem egy nagy távon, szóval azért az semmi, tudjátok jól. Hogyha már el kell kezdeni tolatgatni, meg kanyarodni, azért az már teljesen más, a Gazella, fú, hát azonnak a műszaki állapota nagyon veszélyes, ugyanis tehát így kell, tehát mint a filmekben, így kell kormányozni, hogy egyenesen menjél, mert össze-vissza jár az autó, minden bajuk van azoknak a gépeknek, szóval tényleg katasztrofálisak. A tükörben nem látsz semmit, tehát azt felejtsd el, hogy te bármit is láss a tükörben, mert nem, pont, kész, nem. Ugye azok a ponyvák, amik rajta vannak ezeken a gazellákon, azok már úgy utólag vannak odarakva, tehát hogy azok hogy mondjam, nem gyári tartozékok, ugye úgy találták ki az oroszok ezt az autót, hogy ponyva nélkül, tehát csak a plató ugye mezőgazdasági okokból, és úgy ugye akkor jó lenne a tükör, de így viszont a ponyva tök kitakarja az egész kilátást, úgyhogy nagyon brutál, nagyon veszélyes abban közlekedni. Úgyhogy végül is ezt bízták rám, ezt az Opelt, ugye kis címekből el van úszva a cég, és ja, hát láttátok a Fuvarosok című videóban, az volt az első alkalom, amikor én ezt az autót vezettem, és hát picikét ideges voltam, szóval ez a haver tesó minden pillanatban tényleg egyébként. Én ezt észre sem vettem, amikor vágtam a videót, csak amikor már megnéztem egyszer újra. A kész produktumot. Ú, de szép ez a men. MAN, de mindegy. Tehát amikor utoljára végül megnéztem, hogy milyen lett a videó, akkor vettem észre, úgy, hogy minden mondat végén tesó, haver tesó. Eléggé kiakasztó tényleg. De ez van, tényleg azért zavart voltam, ideges voltam. Tehát a Volkswagen-es mögöttem már nagyon ki van tőlem, úgyhogy menjél, barátom. Úgyhogy igen, most pedig már ott tartok, szerencsére már egészen jól kezelem az autót. Igyekszek vigyázni rám, mint a saját autómra, bár azért eléggé amortizáltunk belőle, szóval hátul a, hogy mondják, ez vízálló tömlő, tudjátok, ez a fekete, ez nem tudom, látjátok-e egyébként. Ilyen szallag, tudjátok, a nyilászárók környékén szokott lenni körül, a nyilászárók körül, hogy ne folyjon be a víz. Az például leszakadt már, meg az ajtót levertük kétszer, az oldalajtót. De hát azok mind olyan dolgok, amiket már előttünk valaki lelazított, elvénázott rajta. Úgyhogy sajnos ez van, hogyha ilyen autót vezetsz, hogy nem mondja el senki, milyen hibája van, mit szeret, hogy mi tört már le, és hogy nyúj hozzá, tehát így nagyon brutális. Főleg amikor a címen lejön az ajtó, és akkor szenvedsz, hogy visszarak, tehát az katasztrófa. Ja, úgyhogy ez utolsó hetem, ugye ma csütörtökben, mint mondtam, még holnap jövök, és most már az utolsó két napban már egyedül vagyok, tehát ez most már olyan dolog. Ma például meg is büntettek a Fiumei úton, nem is kicsikét, tehát úgy képzeljétek el, hogy leálltam, bementem az épületbe, ugye, mert egyébként a papírra, hogy te hova kell menned, csak annyit írnak oda, hogy
Például mit tudom én, oda kell menni a West End, ez akkor Váci utca, nem tudom mennyi a West End, értitek? Tehát az azt a címet adják meg, ahol normál ember megy, de az, hogy az áru, meg a gazdasági bejárat, meg ezek hol vannak, azt nem írják oda a papírra, mert nem nézik, meg nem tudják. De ez nem csak itt van, ez mindenhol így van, úgy hallottam, nagyon sok helyen van ez így. Tehát ez úgy néz ki, hogy te kimész a címre, főleg én, mint én még nem voltam soha ezeken a helyeken, megállok és bemegyek megkérdezni, hova kell mennem a hulladékért. Megálltam. Jó, való igaz, rokkant parkolóba álltam meg, de nagyon hosszú rokkant parkoló volt. Egyébként a rokkant parkolókhoz hozzátenném, gyerekek, én nem hiszem el, hogy Magyarországon ennyi mozgássérült ember van, mint némely helyre annyi rokkant parkolót tesznek közben, ami elképesztő. Tehát van olyan hely, ahol kim van vagy 60 rokkant parkoló, vagy 50, és nem viccelek. Nikivel beszéljük mindig, hogy ennyi rokkant ember nincs is a világon. És most nem akarok a rokkantak lelkibe belegázolni, tudjátok jól, hogy én nem vagyok az az ember, aki embereket oltogasson, csak egyszerűen röhelyes sokszor, hogy annyi helyet használnak el erre a célra, és közben nincs is annyi ember, aki ezeket kihasználja. Na én megálltam, mert előtte meg taxiálló megálló volt. Hát mondom, valóban muszáj megállnom, mert különben elállom az utat. Na parkoltam, de így is még egy olyan 8 méterre a bejárattól. Bemegyek, megkérdezem, hogy hol van, jó, jövök ki. 3 percet voltam benn, gyerekek. 3 percet. És már megbüntetett az ember. Tehát, hogy így, és már fotózt az autót, mondom most öcsém, de ilyen fiatal srácot láttam, és ilyen zavarba volt egyébként, hogy ott magyaráztam nekem, mondom, figyelj már, könyörgöm, most hova álljak? Mondd nekem, hova álljak, 3 percre mentem megkérdezni. És ott hebegett, habogott, meg mit tudom én, de azért megbüntetett. Jó, szerencsére valami 5 vagy 10 munkanapon belül 3400 forintba kerül a dolog, szóval nem az a 30.000 forint, mert már azért voltam már agyfaszt, elöltött a szar az agyamat, mondom, ne csináljatok már, hát 10.000 forintot nem fogok kifizetni azért, mert 3 percet bementem a megkérdezni, hova kell menni. Szóval vannak ilyenek a belvárosban, ezzel az autóval eleinte lefostam a bokámat. Szerencsére az első napok, szóval pont a második nap, kiküldtek minket ilyen, nem is tudom, 4-8-ra értünk oda, egy címhez, egy magánszemélyhez. Tudjátok, ez a cég ez úgy néz ki, hogy igazából bárki betelefonált, és akkor, hogyha van egyébként papírhulladékotok nektek is, akármilyen vegyes papír, papírhulladék, PET palack, fólia, és meg akartok tőle szabadulni viszonylag nyomott áron, vagy akár, hogyha olyan sok van, akár ingyen, akkor nagyon javaslom nektek a Feparec Kft-t egyébként, weboldalon megtekinthetitek, hogy hogy működik. Tehát bárki betelefonált egy ilyen néni még szeptemberben, mert ugye neki nem volt nagyon útban szerencsére a papír, hogy el kéne vinni. Oké, minket kiküldtek ezzel. Oda megyünk, Budán egyirányú szűk utca, mindkét oldalt parkolnak az úton, így képzeljétek el, és mellette általános iskola, 7:45. Értitek azért? Ha valaki nem, akkor elmondom, hogy akkor mindenki viszi a gyerekét iskolába, de brutál módon. És úgy képzeljétek, hogy jobb oldalt, bal oldalt álltak, és még mellettük is álltak. Szóval maga az autó épp hogy csak elfért köztük. Hová álljak? Megpróbáltam oda leállni jobbra, és így a busz jött, hogy nem fér el. Mondom, oké, mentem 3 kört, szarakodtam össze-vissza, mert persze bementem, mert messzebb meg tudtam állni, bementem megnézni, hogy működik a dolog. Be kellett menni egy gangos házba, 8-9 méter gyalogolni sík részen, aztán le 6 lépcsőnyit a pincébe, és ott megint egy olyan 10 méterre bent egy eldugott lyukban van a papír. Szóval a gyerekek, összesen ez egy 20-25 méter séta a papírral, 50 oda-vissza, ez megvan? És akkor ezt körönként tedd meg, mert baromi sok van. És egyszer el tudsz hozni körülbelül egy ilyen 3 dobozt. Körülbelül, maximum 3-at. És akkor már szitkozódsz, hogy nem férsz ki. És én úgy voltam, hogy na akkor én nem fogok nem az ajtóhoz állni. Tehát nincs az Isten, hogy én elkezdem úgy pakolni, még kint is mászkáljunk vele, értek az úton. Szóval nagyon brutál volt, végül is ilyen 7 óra 50 fele már csillapodott a kedély, minden szülő lenyugodott a francba, és már kevés autó jött. Volt egy hely, szerencsére, nagyon nagy szerencsére Laci akkor velem volt. Tehát hogyha ő nem tudja nekem foglalni a helyet, amíg én körözök, ott hagyom a francba. Én egyedül ott hagytam volna a francba a címet, és visszamentem volna később. Hú, de az nagyon, nagyon utálatos volt. Szóval vannak ilyenek, és na, én azt mondom egyébként gyerekek, hogy ez még mindig egy belépő szint, de ezt nem is álmélkodok, mert nem is hitettem magam olyan dolgok, hogy hú, most én aztán rajgyerek vagyok, ekkora autóval megyek, mert ez tényleg, ez még egy belépő szint. Egyébként a gazella lenne az, ami a max, tehát a felső határa a B kategóriának, az azt hiszem pont ilyen, milyen súlya van annak a gazellának? 2,5 tonna, azt hiszem. És ugye megpakolva az olyan 3,5, tehát hogy az még úgy pont az, azt hiszem, hogy 3,5 tonnáig vezethetek B kategóriával. Azt hiszem így működik, igen. Igen.
Tehát ahhoz még jó a B-kategóriás jogosítvány, de az már tényleg a felső határ. Úgyhogy ez még, mondom, ez még bőven kicsi, ez 1800 kg, így magában az autó. Tehát semmi extra, igazából maximum eddig, a max súly, amit behoztam, vagy vittem el, az 700 kg volt papírból. Vegyes papír, iratok, abból azért könnyebben összejön, jobban pakolható. De hát így, igen, érdekes. Úgyhogy nagyon-nagyon durva, és azt mondom, gyerekek, hogy ugye, mert mondtam nektek egyébként, hogy azt is akarom mondani, hogy miért nem volt videó, ezért nem, mert dolgoztam, plusz mondom, eléggé szar volt a hetünk. Nem igazán volt kedvem videót készíteni. Meg hát mi ez az időjárás, nézzétek már meg, hát tiszta hányás az egész. Viszont a havat azt jól megúszszuk, úgy néz ki, tehát baromi jó, hogy így hó, tök enyhe idő van, egy pulcsiba vagyok. Hát január vége felé már lassan, és szomjan döglök egyébként. Január vége felé vagyok, vagy vége felé vagyok, más nem, más már márciusban van. De jó, köszönöm. Közben nagy adag belement a... ráfolyt a hasamra is, úgyhogy sexy back, sexy stomach. Ja, úgyhogy hát most gondolkozom, hogy arra is ki lehetne jönni egyébként legközelebb, nem kéne itt azért kerülni, bár mondjuk ott is kerülni kell, mindegy, szerintem ugyanannyi idő kb. Úgyhogy igen, ez van, és fárasztó munka tényleg, tehát ez a bepattansz, kipattansz, ugye munkaidőd az megvan adva, hogy mennyi idő, fél héttől fél négyig, és akkor végezz időben. Nagyon el lehet úszni, nagyon durván el lehet úszni, ezzel a kocsival még talán annyira nem, ugye, mert ennek azért hamarabb megtelik, mint mondjuk egy ponyvás autó, tehát sok helyen van úgy, hogy volt úgy, hogy nem hoztuk el az összeset, de hát én megmondtam, hogy én engem gazellára csak a legvégső esetben tegyenek, mert azon esküszöm, halálfélelmem van, tehát és oda csak úgy, arra csak úgy ülök fel, hogyha valaki van is mellettem, mert azzal tolatni, gyerekek, én nem fogok lezúzni semmit, tehát én inkább megmondom, hogy engem ne küldjenek ki, de jó, lehet, hogy meg tudnám oldani nagyon lassan, hogy ne zúzzak le semmit, de nagyon óvatosan vezetném azt az autót, az nagyon egyszerűen az valami, nem tudom, az kapott. Tehát azt megmondtam, hogy legvégső esetben, hát most alkalmaztak új sofőrt, lehet, hogy átmenetileg, nem tudom, de most testvérem, ez nagyon szép, ezt úgy szeretem, kirakja az autóját, és akkor már nem jön ki, mert nem fér ki, én meg itt most csatú fékezzek és engedjen be. Jaj! Na mindegy, szóval durva, tehát hogy... Kortai Zoli bácsi, Lacika, igazából őket ismerem így a magyar kamionos utóbosok közül, viszont lehet, hogy van még, de nem tudok, nem ismerek többet. Eddig is rohadt nagy respekt járt nektek, tehát baromi nagy tisztelt járt mindenkinek, aki ilyen sofőrmenós, de most már, tehát hogy a saját bőrödön tapasztalod még a legalacsonyabb részét is a dolognak, akkor még jobban elkezdett tisztelni az ilyen embereket, mert ez agyrém. Nagyon sokszor agyrém ez a meló, az biztos, főleg ez, hogy papír, tehát hogy kimegyünk, ugye, és nem tudod, hogy hol a papír, nem tudod, mennyi van, nem tudod, hogy tárolják, mert nem kérdezik meg egyébként, tehát hogy annyit lehet tudni, rámondani, hogy 130 kiló, oké, ez jó dolog, csak nem mindegy, hogy a 130 kiló mondjuk hullámpapírból, ugye ezek a dobozok, ugye tudjátok, össze van-e kötve, vagy neked kell ömlesztve, van lebaszva valahol, már nem is kifejező, le van valahol csapva a földre, és akkor neked kell ugye összefognod, a fele kifolyik a kezedből. Tehát én már pakoltam úgy föl 140 kilót, hogy egy óra alatt, és pakoltam már föl 700 kilót 10 perc alatt. Ugye attól függ, hogy van pakolva. Mert hogyha értelmesen van pakolva, akkor lehet pörögni, azt nagyon szeretem, de hogyha csak le van ömlesztve, az a legundorítóbb az egészben, komolyan mondom. És tényleg ez a legszarabb, ugye, hogy hát ugye minél többet dolgozol ebben egyébként, főleg ennél a cégnél, ugye annál jobban megismered a címeket, szóval már tudni fogod, már rutinból mész, ugye, tehát egyre gyorsabb vagy. Ez vele én is érzékelem magamban. Most például egy olyan helyre megyek, a 7. kerületben, ahol most már harmadszorra megyek. Szóval most már kapásba tudom, hogy hova kell menni, mit kell csinálni, hova kell szólni, hogy kell rátolatni, értitek. Tehát hogy azért az ember belejön, de az első pár alkalommal, hát tényleg agyrém. És akkor kiszállsz, megkérdezed, hogy hova kell menni, és jössz ki, és már büntet meg a csávon. Mondom, öregem, mert nagyon jó fej vagy. Hát mondom, nézd már rám, hát nyakig szaros vagyok, úgy bűzlök, mint egy orángután, és szivatsz engem. Na? Ezt is nagyon szeretem egyébként, hogy így néha, tehát ugye nagy autóval nem szeretik beengedni ezeket, még ezt az autót sem, de egyébként tapasztaltam magamon, én sem szívesen, bár most már szívesebben, mert ugye konszolidálok velük. Ezt jól mondtam?
konszolidált, nem. Jól mondtam? Együtt érzek velük, az a lényeg, tehát ugye most meg is megtapasztaltam, milyen színe engednek be, és nagyon elcsúszod ezzel a nagy autóval, katasztrófa. Ellenben azt sem szeretem, hogy előttem egy olyan autó megy, mondjuk amikor Fiesta-val vagyok, amit nem látok előre. Ugye, mert az katasztrófa. Egyébként baromira jó, tehát már jobban szeretem ezt az autót, mint a kis autót egyébként, mert tényleg sokkal jobban előre látsz. Tehát előttem van egy Fiat, és bőven látok előre. Tehát 4-5 autónyira előre látok, ha nincs előttem egy konténeres vagy kamion. Isteni! Komolyan mondom, és tényleg az ilyen kamionokon, meg konténeres autókon aztán igazi császárság, ott már a busz fölött is ellátsz. Tehát, és ez sokkal biztonságosabb egyébként, szóval nagyon nagy élményem ilyet vezetni, de vannak azért olyan szituációk, főleg itt a belvárosban, tehát ez itt teljesen nagy fasz egyébként sokszor. Na, viszik a szénát, vagy ez micsoda? Földházi Balatonfüred. Szalma? Néha egy füstöl, mi ez? Gőzölög. Mi, kaka van be? Mi ez? Ez széna? Ez inkább szalma. Széna, de ugye ez szalma. De így néha egy gőzölgött, mi lehet abban? Na mindegy. Ha, tehát, hogy tényleg egyébként meg kell tapasztalni. Ja, és akkor a papírmunka. Írjad a menetlevelet, az átvételi elismerést a címen irattasd alá, bélyegeztesd, de különben halál van, teljesítményigazoló lapot, és ennyi, menetlevelet, hogy folyton honnan, hová mész, mennyi kilométer óra, mikor, hova menni, írd alá, stb. Tehát tudd, és ezt úgy csináld, hogy még kulturáltan nézzen ki az a papírlap. Most ezt tudni kell, de szerintem ugye már volt erről videó, hogy milyen melót csinálgatok ilyenkor. Ugye nem a legtisztább, nem a legsterilebb, nem a legkulturáltabb munka ez. És tulajdonképpen nagyon koszos, ugye az a lényeg. És ugye hát akkor bejössz a kocsiba, hogy meg kell írnod egy full fehér lapon valamit. Hát jó ember legyen a talpán, aki ezt megcsinálja, úgyhogy nem koszolja össze azt a papírt. Most nekem nagyon be kéne engednem, tesó. Megint tesó, már megint ez a tesó, köszönöm szépen. Mert ugyanis mindjárt megérkezünk, így szépen elpofázom az időt. Egyébként 10 óra 55 perc van, és nagyon meglepő, hogy az utolsó címemre megyek, szóval elég jól meg tudtam húzni az elejét. Nem az autó elejét, hanem az időmet, elég jól kijöttem. Igazából összesen 3 címem, tehát összesen mondhatjuk azt, hogy 4 címem van ma, ja. De mondom, ez az utolsó. És akkor ilyenkor van az, hogy mikor érsz be, lehet, hogy beérkezel már ilyen, mit tudom én. Én azt mondom, hogy Csontival az autóban mellettem. Esküszöm, rám nézett, és mondom, Csontiban, nem így köszöntem, azt így, jó. Szóval előfordul az, hogy még hozzátesznek egy címet. Hogy mit, bemegyek, leadom a... Ja, és mérésejét is csináltassál, minősítőt kérjél, hogy mit hoztál be. Tudsz, hogy mit, mivel raksz, Nagyon durva. De bele lehet szokni, tehát most már rutinszerűen csinálom, tudod, majd, hogy nem. Úgyhogy tényleg nem olyan, de ezt is úgy túl ragad, dramatizáltam. Tehát úgy gondoltam, hogy csak segítettem a sofőrnek, hogy úristen, és sem tudnám megtanulni. Közben igazából semmi extra. És egyébként ők rendszerint sem állítok, elcseszik, de hát azért, mert már elvileg szarnak bele az egészbe. Én meg ugye még itt pályakezdő gyerekként, én még mindenre figyelek, tudjátok, hogy precíz legyen, pontos legyen, nehogy el legyen cseszve. Hát azért így is egy-két dolgot elrontottam már, tehát valamikor nem adom le ezt a papírt, valamikor azt felejtem el, mit tudom én, úgyhogy előfordul, de igyekszek. De úgyhogy köszönöm a jó kívánságokat, láttam egy-két kommentet, hogy írták, hogy csak így tovább Isti, meg hajrá, meg mit tudom én. Még egyszer mondom, nem ez lenne nekem a fő. Ja, itt kell jobbra mennem. Basszus kulcs. Ezt nagyon benéztem. De a busz megáll, ugye? A busz megáll, jaj de jó, köszönöm. Jaj de szeretlek, buszsofőr. Jaj de imádlak. De jó arc vagy. Biztos erre kell jönni? Igen, jó. És megint megyünk be, a belvárosba, benn vagyunk ugye, és a szűk utcákba, tulajdonképpen a Dohány utcán keresztül. De már nem idegeskedek ezen, mert már frankon tudom. Ja, és a másik idegesítő dolog, amikor úgy mész oda a belvárosba, hogy nem tudod, hogy hova fogsz parkolni. Tehát a Dohány utcában volt egy címünk valamelyik nap, gyerekek. Ugye, mert általában az ilyen kis boltok nem tudnak foglalni helyet, mert nem engedik meg ugye nekik, vagy éppen drága lenne, vagy nem tudom, és nem tudnak biztosítani helyet. Na most jön az érdekes része. Úgyhogy tényleg még egyszer köszönöm a jó kívánságot, hogy tényleg nem ez lenne nekem itt a fő dolgom. Hát az az érdekes, ugye, hogy mondtam nektek, hogy ez a... Bocsánat, köszönöm, ne haragudj.
hogy nekem ez a fél évem, ez elég húzós, ezt a gyakornokságot kell csinálnom, ez jobbkezes já, úgyhogy akkor állj, megköszönöm. Onnan meg nem jöhettek volna. Tehát gyakornokságot kell csinálnom, meg szakdolgozatot, meg mit tudom én, úgyhogy én majd most fogom elkezdeni egyébként a gyakornoki programot. Úgy néz ki, hogy ugye mivel médiaiskolát végzek. Gyere. Jó, köszi. De a srác így néz le maga elé, és így... Vicces, láttátok mondjuk szerintem ti is, de mindegy. Tehát gyakornokságot, és úgy néz ki, hogy a Music FM-nél megpróbálkozok, írtam nekik egy e-mailt, és vissza is írtak másnap, de így az ilyen infokukac.musicfm.hu-ra leírtam, hogy ki vagyok, linkeltem a YouTube csatornámat, mondom, hát ha valamit számít, és akkor nem tudom, meglátjuk, visszaírtak, hogy hamarosan felhívják a kapcsolatot. Örülnék neki, hogyha egyszer el tudnék jutni egy műsorvezetési szintre, gyere csak, műsorvezetési szintre, vagy akármi. Tehát igen, ez nagyon, figyeljetek, én szeretem azt, hogy emberekhez szólni, én szeretek emberekkel beszélni, ha még nem vettétek volna észre. Tehát én nekem ez tényleg doppingol engem, én ezt nagyon imádom ezt csinálni. Tehát amikor kamera előkerül, én teljesen jókedvű vagyok, de és nem csak megjátszom, de ez tényleg így van. Őket átengeded? Akkor én is átmegyek, köszi. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha ez összejönne, és akkor mit tudom, én egy... nem tudom, rövid távon bekerülnék egy műsorba, akár valami ilyen, és nekem ilyen ambícióim vannak, nagyon csinálnám, nagyon élném, és szerintem képes is lennék rá. Szóval, kijöttök? Vagy... Jó, oké. Na, ez is látjátok? Szóval ez, amikor itt centizgessél. Jó. Na, erről van szó, két oldalt állnak, puff, centizges. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez össze fog jönni, hát tájékoztatni fogok titeket, hogy érdekelt titeket ez a dolog. Na, és akkor ide jövünk szembe. Most múlt tegnap egyébként ugyanide jöttünk, és itt felismertek. Tehát ebbe a büdös gúnyámba, koszos ruhámba jöttek, hogy ez nem az Isti, de ez az Isti. Szia Isti. Itt sétáltak, baromi vicces volt. Na, és akkor nem ez az, hanem a következő lesz a miénk, és ott állnak, ha jól látom. Na most mi a szituáció ilyenkor, kedveskéim? Te itt most mész el. Ó, hogy nekem van egy helyem, jaj de jó. És nekem elvileg ki fogják nyitni ezt itt. Ezt kell nekem majd. Na, úgyhogy meg is érkeztünk. Ilyenkor én szépen elkezdem írni, hogy hova érkeztem meg, mikor, mennyi kilométerrel, hol a tőlem. Mert az kell. 11 óra van. 0-0. 143, de mennyi kilométer van benne, ez már csak a rövidített verziója. Még nem tudom, mit viszek, nem tudom, mikor indulok el, nem tudom, hol fogok indulni. Már írom is. És az a poén, hogy ilyenkor a legtöbb helyen, ugye, mert ezen a helyen annyi papír van, hogy nem szoktuk tudni elvinni ez az autóval. Mindig már teljesen ki vannak akadva, hogy miért kis autó, miért ezzel jöttek? Hát mindig mondom, hogy mert nincsen sofőrünk, sajnos, tehát betegek, ez van. Én sem szívesen jövök, tehát így. Jó, akkor most egy olyan dolog, hogy én kipattanok, szólok, nyitják, pakolok, szerintem egy óra alatt kész leszek, és akkor megyek tovább, aztán meglátjuk. Úgyhogy remélem, hogy élveztétek ezt a videót, gyerekek, szóval ezek a furgonos tapasztalataim tulajdonképpen, mondhatok ilyet, és tényleg ez a fizikai része, tehát ez nem az, hogy Coca-Colát hoztam, lerakom, aláír, és akkor megyek tovább, hanem ez az, amikor te hozol el hulladékot, tehát ez a... Ez a legerősebb része. Na mindegy, úgyhogy megyek is, gyerekek. Köszönöm, hogy velem voltatok, remélem élveztétek. Sziasztok! Ezt nem tudom, miért csináltam. Jó? Oké, rendben. Ilyen nem vagyok normális. Sziasztok!